Ez a Híradó, Rapp Ferenc vagyok, jó napot kívánok! A koronavírus miatt Magyarország lezárja a határait a személyforgalom előtt, jelentette be nem sokkal ezelőtt a parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő napirend előtti felszólalásában azt mondta, a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarország területére. Ma éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltják. A szórakozóhelyeket, mozikat bezárják, a kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezetnek be. Orbán Viktor arra kérte a 70 évnél idősebbeket, hogy ne hagyják el a lakásukat, mert ők vannak a legnagyobb veszélyben. Magyarország határait a személyforgalom előtt lezárjuk. Az erről szóló nemzetközi egyeztetések már zajlanak. Ez azt jelenti, hogy a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarország területére. Ma éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltjuk, sporteseményekre is legfeljebb, ha vállalják a szervezők, zárt kapuk mögött kerülhet sor, de legjobb, ha úgyse. A szórakozóhelyeket, a mozikat bezárjuk, a kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetünk be. Az éttermek, a kávézók és az üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivételt képeznek az élelmiszerüzletek, a patikák és a drogériák. Azt javasoljuk, hogy a családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el. Idős polgártársainknak, a szüleinknek és a nagyszüleinknek pedig azt üzenjük, hogy ők különösen is ki vannak téve a járvány veszélyének, ezért arra kérjük őket, hogy legyenek rendkívül óvatosak. 39-re emelkedett itthon a koronavírussal fertőzöttek száma, tegnaphoz képest 7 új beteget regisztráltak, ahogy a korábbi esetekben most is azonnal megkezdődtek a járványügyi vizsgálatok és a kontaktkutatás. Közben kora reggel Orbán Viktor vezetésével összeült az operatív törzs, a járvány terjedése miatt létrehozott akciócsoportok vezetői pedig ezentúl 2 naponta tesznek jelentést a miniszterelnöknek. A kommunikációért felelős akciócsoport vezetője ismételten arra hívta fel a figyelmet, a legtöbbet az emberek tehetnek a járvány ellen, úgy, hogy betartják az egészségügyi szabályokat és ajánlásokat. A vasárnapi 32-ről hétfő reggelre 39-re emelkedett a koronavírus fertőzéssel diagnosztizált betegek száma Magyarországon. A 7 új fertőzött mindegyike magyar állampolgár. Náluk, ahogy a korábbi esetekben is, a járványügyi hatóság a rendőrséggel együttműködve azonnal megkezdte a járványügyi vizsgálatok elvégzését és a kontaktkutatást. Az itthon koronavírussal diagnosztizált betegek közül 29 magyar, 9 iráni és 1 brit állampolgár van, többségük budapesti. Eddig 1436 ember teszteltek, 136-an pedig karanténban vannak. Egy beteg már felgyógyult, egy 75 éves férfi elhunyt a betegségben. Orbán Viktor hétfő reggel 6:30-ra érkezett a belügyminisztériumba, ahol a koronavírus elleni küzdelemmel foglalkozó operatív törzs már kora reggel megkezdte az egyeztetést. A kormányfő ezután virológus professzorokkal tárgyalt a járvány megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről. A megbeszélésen többek között a Pécsi Tudományegyetem biológiai karának docense, a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője, valamint a debreceni és a szegedi egyetem virológusai vettek részt. Vasárnap este összeültek azok az akciócsoportok is, amelyek megalakulását Orbán Viktor pénteken jelentette be. A koronavírus járvány magyarországi terjedése miatt 10 különböző csoportot hoztak létre. Külön csapat foglalkozik az oktatással, a víruskutatással és a járvány gazdasági hatásaival. Az akciócsoportok vezetői mostantól 2 naponta tájékoztatják a miniszterelnököt. Arra kérünk mindenkit, hogy az egészségügyi szervek és a hatóságok előírásait és kéréseit szigorúan és lehetőleg szó szerint tartsák be. A koronavírus más típusú felfogást kíván az emberek részéről is. Erre hívja fel a figyelmet Kovács Zoltán, akit a kormányfő a kommunikációs akciócsoport vezetésével bízott meg. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár nyomatékosan felszólította a lakosságot, tartsák be az egészségügyi hatóságok előírásait és kéréseit. Leszögezte, csak a szabályok betartásával lassítható a vírus terjedése. Saját magunk, minden magyar ember a saját hatáskörében, a saját életében tud a legtöbbet tenni a vírus terjedésének megakadályozására és lassítására. Ha mindenki
szigorúan követi és betartja az egészségügyi hatóságok a különböző szervezetek előírásait és kéréseit, akkor legalább annyit tehet a vírus elleni fellépésben, mint a munkájukat hősiesen végző egészségügyi dolgozók, orvosok és ápolónők. Kovács Zoltán azt is hangsúlyozta, az iskolai oktatás felfüggesztése miatt otthon maradó diákokat arra kérik, hogy maradjanak valóban otthon. Az államtitkár úgy fogalmazott, idézem, ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a vírus terjedésével szemben, egyéni erőfeszítésre és egyéni fegyelemre is szükség lesz. Újabb iráni egyetemistákat utasítottak ki Magyarországról. A 13 férfi a Szent László kórházban volt karanténban, amelynek ideje alatt a számukra kijelölt szobát engedély és védőruházat nélkül elhagyták. Az egészségügyi személyzettel szemben agresszívan léptek fel, az utasításaiknak nem tettek eleget. A kiutasítás végrehajtását a feltételek megteremtéséig felfüggesztették. Az irániak számára kötelező tartózkodási helyet jelöltek ki. Az egyetemisták ellen a rendőrség is eljárást indított járványügyi szabályszegés elkövetése miatt. Reggel óta építik a kiskunhalasi járványkórházat. A kórház a Büntetés Végrehajtási Intézet területén épül, az egykori befogadóállomás helyén. A terület közművesített, ami jelentősen meggyorsítja az építkezést. A mobil kórházat konténerekből építik, 150 fő ellátására alkalmas, és várhatóan egy hónap alatt elkészül. Az intézményt a legmodernebb orvostechnikai eszközökkel szerelik fel, így bevonható majd a gyógyító, megelőző és megfigyelési feladatok ellátásába. A kórház felépítésével szombaton bízta meg a kormány a mobil járványkórház létrehozásáért felelős akciócsoportot. A kijelölést követően az akciócsoport országos parancsnok úr vezetésével haladéktalanul megkezdte a tevékenységet, a munkát, éppen azért, hogy minél gyorsabban, minél rövidebb idő alatt meg tudjuk kezdeni a járványkórház építését. Elindult itthon az új tantermen kívüli digitális tanrend, a legtöbb helyen zökkenőmentesen. Székesfehérváron például a tanárok elektronikusan küldenek videókat és feladatsorokat a diákoknak. A hátrányos helyzetű településeken pedig, ahol nincs internet, a postás viszi házhoz a tananyagot. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az M1-en azt mondta, pozitív volt a digitális tanrend fogadtatása. Holmiukért érkeztek a diákok hétfő reggel a székesfehérvári Széchenyi István szak középiskolába. Néhány percre kettesével engedték be őket, hogy kipakoljanak a szekrényből. Mindent hazavittek, ami az otthoni tanuláshoz kell. Közben a takarítók megkezdték a tantermek fertőtlenítését, a pedagógusok pedig a tananyagok összeállítását. Videókat és feladatsorokat készítenek, amelyeket egy elektronikus felületre töltenek fel. Az első digitális tananyagot nem sokkal 8 óra után meg is kapták a tanulók. A rendszert már korábban is használták, csak frissíteni kellett a belépési adatokat. Minden tanárnak létezett már felhasználó neve, minden diákot fel tudunk vinni ebbe, hogy minden diáknak van is felhasználó neve és jelszava ebbe a rendszerbe. Most igazából annak a technikai kivitelezése volt a kérdés, és gyors megoldást kellett találnunk rá a hétvégén, hogy ezt mindenkinek aktiváljuk is, mert ugye eddig csak aki igényelte, annak tudtunk ilyen jogosultságot adni. Üresek a folyosók és a tantermek a Somogy megyei Törökkoppányi általános iskolában. A gyerekek otthon maradtak. 6 településről összesen 125 diák jár ide. 30%-uk hátrányos helyzetű, nincs otthon számítógépük és internetük. Nekik a postás viszi házhoz a tananyagot, amelyet miután megoldottak, vissza kell küldeniük. Most mi így hirtelennyében azt gondoltuk ki, hogy a postai rendszeren keresztül próbáljuk biztosítani nekik papíralapon, felcímzett és felbélyegzett válaszborítékot fogunk nekik küldeni. Az új digitális tanrend országszerte 720 ezer általános iskolást és több mint 400 ezer középiskolást érint. A köznevelésért felelős államtitkár az M1-en azt mondta, pozitív volt a fogadtatás, a diákok és szülők együttműködnek az intézményekkel. A tanárok egész hétvégén készültek, hétfő reggel megkezdték a tananyagok küldését. Maruzsa Zoltán kiemelte, a magyar oktatási rendszer abszolút versenyképes a rendkívüli helyzetben. Egy nagyon pozitív fogadtatása volt a bevezetett intézkedéseknek, azonnal reagált rá a pedagógus társadalom, figyeltük a rendszerekben a terhelést, Krétában, köznevelési portálon 50 ezeres létszám dolgozott már szombaton este, az oktatási hivatal oldalára kitett módszertan útmutatót a hétvégén több mint 4 millióan töltötték le. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon felelősségteljes magatartás, felkészülés intézményvezetőktől, kollégáktól, szülőktől és tanulóktól egyaránt.
Az óvodák és bölcsödék többsége is zárva van mától. Kaposváron a Bajcsi-Zsilinszky utcai óvodában például hétfőn mindössze 4 gyermek volt. A közmédia mától oktatási tartalmakkal segíti az otthon tanuló diákok munkáját, amíg a helyzet indokolja, az M5 reggel 8-tól délután 14:30-ig kizárólag tanulást segítő műsorokat sugároz. Magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem témájú adások minden nap lesznek. A tartalmak pedig a mediaclick.hu/digitalisoktatás című oldalon bármikor elérhetők. Nagyon jó egyébként az íze. Örülök neki. Zsurnó például ugye haraszt. Tehát a harasztók közé tartozik maga a növény. Nagyon különleges tulajdonsága az, hogy nem rendelkezik levelekkel, tehát nagyon kis apró levelei vannak. Reggel 8 órakor az M5-ön elkezdődött a tanítás. A Felsős című műsorban először a réteggyógynövényeiről szólt egy összeállítás. Magyarország középkori zenéje rendkívül változatos, hiszen a reneszánsz kornak köszönhetően megváltozott a magyar zene. Majd Tínódi Lantó Sebestyén életéről és zenéjéről tudhattak meg sok érdekességet a nézők. A magyar királyság igazából szövetségesek nélkül maradt egy sokkal erősebb birodalommal, az oszmán birodalommal szemben, amelyik pedig azzal a céllal érkezett ide 1520-as években, hogy tényleg elfoglalja ezt az országot. Ezután történelem óra következett, ahol a három része szakadt Magyarország és a török kultúra volt a téma. 30-an voltak az osztályban. Igen. És akkor azt elosztom 100-zal, mert akkor megkapom az 1%-át, ami ugye 0,3 tized lesz. Matematikából pedig a százalékszámítást magyarázták el a televízió előtt ülőknek. Az M5 kulturális csatornán mától minden hétköznap reggel 8 órától 11-ig a felső tagozatosoknak szent Felsős című műsor látható. Good morning, I'm Gav Duncan. In the afternoon, I say good afternoon. I'm Gav Duncan. 11 órától délig nyelvleckékkel segítik a fiatalok nyelvtanulását a Szólalj meg című műsorban. Az angol mellett német, francia, olasz, spanyol és orosz feladatokat kapnak a diákok. A Földön jelen állás szerint nagyjából elegendő élelmiszer termelődik ahhoz, hogy mindenkinek elegendő legyen. Déltől a középiskolásoknak kezdődik az Érettségi című műsor, amelyben minden nap találkozhatnak magyar nyelv és irodalommal, matematikával és történelemmel. Biológia, kémia, informatika, fizika és földrajz óra pedig hetente 2-2 alkalommal lesz. Az oktatási műsorok délután 14:30-ig tartanak. Aki pedig lemaradt vagy vissza szeretné nézni az M5 műsorait, a mediaclick.hu/digitalisoktatás oldalon teheti ezt meg. A csatorna kiemelt célja, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzetben segítse a diákok tanulását az iskolai oktatás újraindulásáig. A közösségi oldalakon is sok tanár összefogott, hogy segítsék a diákokat. Többen osztottak meg kidolgozott magyar és irodalom tételeket, angol tanuláshoz kidolgozott munkafüzeteket és hanganyagokat, és olyan is volt, aki testnevelés órához készített gyakorlatokat. Emellett több színész és író is jelezte, hogy videókban felolvasná a kötelező olvasmányokat. Szájmaszkokkal üzlet előtt csalót vett őrizetbe a rendőrség. Egy amerikai cég tulajdonosa tett feljelentést, aki egy népszerű webáruház oldalán lévő hirdetésre válaszolva rendelt 220 000 darab szájmaszkot. A vásárló át is utalta a vételárat, majd Magyarországon találkozott az eladó képviselőjeként eljáró férfival, aki további 27 000 dollárt kért a megrendelt áru bemutatása előtt. A vásárló ekkor fogott gyanút. Kiderült, hogy az eladó egy létező vállalat nevével és nyilvános cégadataival élt vissza. Az újabb találkozóra már a rendőrök is elkísérték a feljelentőt, és elfogták a 48 éves hondurászi állampolgárságú, de Magyarországon élő férfit. Nem hagyják abba a koronavírussal kapcsolatos rémhírterjesztést a balliberális hírportálok. A HVG a köztársasági elnök ünnepi köszöntőjéről közölt hamis információt, az Index pedig az iskola bezárás miatt a munkahelyükről hiányzó szülők kirúgásával riogatott. A kormány és a hatóságok mindenkit arra kérnek, hogy ne dőljenek be a pánikkeltő cikkeknek, és minden esetben a koronavírus.gov.hu oldalról tájékozódjanak. Több évtizeden át nem lehetett ünnepelni március 15-ét, most is kibírjuk.
A HVG állítása szerint ez hangzott el a köztársasági elnök vasárnapi ünnepi beszédében. A portál a köszöntőről szóló összefoglalójának címében a hamis állítást úgy írta meg, mintha azt Áder János mondta volna. Bár a cikkben végül egyszer sem szerepel, hogy a köztársasági elnök bármikor így fogalmazott volna. A címben mégis a hazugságot emelték ki. A közös ünneplés nem először marad el. Csak hogy a köztársasági elnök beszédében nem hangzott el a HVG-s címben szereplő állítás. Áder János arról ugyan beszélt, hogy a történelem többször hozott már csöndes ünnepet, de egyszer sem fogalmazott úgy, hogy kibírjuk, ha elmarad a közös ünneplés. 1849-ben az országban szabadságharc zajlott az egy évvel korábbi vívmányok megőrzésért. Később is volt még jó néhány év, gyarló évtized, amikor nem lehetett ünnepelni. Ma még sincs olyan nemzedék Magyarországon, amely ne ismerné Petőfit, Kossuthot, Batthyányit, Táncsicsot, a 12 pontot, vagy a talpra magyart. Áder János a HVG által terjesztett álhírrel ellentétben arról beszélt, hogy ahogy 1848 márciusában, úgy ma a járvány miatti korlátozások idején is összefogásra van szükség. Emlékezzünk otthonunkban, most épp szerényebb körülmények között, kicsit több aggodalommal, mint máskor, de bizakodva. Merítsünk erőt abból, hogyha 172 éve bízni tudtunk egymásban, ma is számíthatunk, támaszkodhatunk egymásra. A járvánnyal kapcsolatos címadásokban nem csak a HVG terjeszt ál- vagy rémhíreket. Vasárnap az Index egyik írásában azt emelték ki címként, hogy kirúghatják azokat a szülőket, akik az iskola bezárások miatt nem mennek be dolgozni. A hangulatkeltő címben szereplő rémhírt az M1-nek nyilatkozó alkotmányjogász cáfolta. Hogyha azt állítják, hogy a nagyszülők helyett a szülők veszik át a gyermekek felügyeletét, de ezért őket az elbocsátás réme fenyegeti tömegesen ráadásul, és így nagyszülők vigyáznak a gyermekekre, és ennek következtében fertőzések, vagy akár haláleset következik be. Ifjabb Lomnici Zoltán úgy fogalmazott, a munkavállalókat számos jogszabály védi, vészmegoldásként pedig minden iskolában szerveznek gyermekfelügyeletet. A kirúgásokat előrevetítő indexes cikk ráadásul a köznyugalom megzavarásával a védekezés hatékonyságát is gyengíti. Az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján a 444.hu szerzője azt firtatta, hogy fognak-e az egészségügyi dolgozókon tesztet végezni akkor, ha koronavírusos beteggel érintkeztek. A portál munkatársát kérdésében az a tény sem zavarta, hogy Szlávik János infektológus többször megerősítette. Az egészségügyi dolgozók védőfelszerelésben és a legszigorúbb óvintézkedések mellett kezelik a betegeket. A főorvos emellett hétfőn is arról beszélt, hogy az orvosok és ápolók közül senki sem fertőződött meg. Engedje meg, hogy hagyj ismételjem meg, amit az előbb mondtam, különös érvényel egyébként a 444-re és néhány társára. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell okosabbnak lenni, mint a járványügyi szakemberek. Tehát azt kérem önöktől, hogy ne szenzációt keressenek. A koronavírussal kapcsolatos kommunikációért felelős akciócsoport vezetője végül arra szólította fel a portál és a többi hangulatkeltő oldal munkatársait, hogy hagyják abba a rémhírterjesztést. A kormány és a hatóságok pedig arra kérték a lakosságot, hogy ne dőljenek be a pánikkeltő cikkeknek, és a koronavírus.gov.hu oldalon tájékozódjanak. A koronavírus miatt Európa szerte rendkívüli intézkedéseket vezettek be az elmúlt napokban. Ausztriában például betiltották az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, holnaptól pedig az éttermeknek is be kell zárniuk. Olaszország lassan egy hete vesztek zár alatt van. Giuseppe Conte miniszterelnök szerint azonban a legnehezebb hetek még csak most következnek. Spanyolországban is súlyos a helyzet, Szerbiában pedig azonnali hatállyal szükségállapotot hirdettek a járvány megfékezése érdekében. Biztonsági folyosókon juthatnak csak be a betegek ebbe a bécsi kórházba. Ez is része azoknak a szigorú intézkedéseknek, amiket az osztrák kormány mától léptetett életbe. Az országban már két áldozata van a koronavírus fertőzésnek, és megközelíti az ezret a fertőzöttek száma. Mától tilos az 5 főnél nagyobb összejöveteleg megtartása. A legtöbb üzlet, kivéve az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat, zárva tart. Kettől az éttermek sem nyithatnak ki.
Sebastian Kurz kancellár azt kérte, az emberek szigeteljék el magukat, csak azokkal érintkezzenek, akikkel egy háztartásban élnek. Tirol vezetése bejelentette, hogy a tartomány egészét vesztegzár alá vonják. Rendkívüli helyzetet hirdettek Szlovákiában, miután 60-nál több megbetegedést regisztráltak az országban. Az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák, bankok és posták kivételével mindent bezárnak. Szlovákia legnagyobb vállalata, a csaknem 11 ezer alkalmazottat foglalkoztató pozsonyi Volkswagen is leáll. Mától két hétig Ukrajna nem engedélyezi a beutazást a külföldi állampolgároknak, kivéve azokat, akiknek érvényes állandó vagy ideiglenes tartózkodási engedélyük van az országban. Holnaptól leáll minden légi, valamint vasúti és buszjáratokon zajló személyszállítás a határokon keresztül. A kormány azt javasolja, hogy az emberek lehetőleg az országon belül se utazzanak. Hétfő reggelre 158-ra nőtt a fertőzöttek száma Romániában. A hatóságok úgy döntöttek, betiltják az 50 főnél nagyobb rendezvényeket. Már csaknem 3000-en vannak hatósági karanténban, több mint 14000-en pedig otthoni elszigetelésben. Vasárnap este 9-től kötelezően házi karanténban kell vonulnia azoknak is, akik olyan országokból érkeztek Romániába, ahol több mint 500 koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak. Szükségállapotot hirdettek Szerbiában is. Csak a szerb állampolgárok, a diplomaták és a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek léphetnek be az országba. Csak az élelmiszerüzletek, valamint a gyógyszertárak tarthatnak nyitva. Nincs tanítás az iskolákban és az egyetemeken, valamint az óvodákat is becsukják. Felkértük Kínát, hogy küldjön Szerbiába orvosokat. A mi orvosaink rendkívül kimerültek. Nem engedhetjük meg, hogy a vírus a kórházakban is fertőzzön, ezért a hadsereget kivezényeljük azokhoz az intézményekhez, ahol koronavírussal fertőzött betegeket ápolnak, fogalmazott a szerb államfő hozzátéve, a rendőrök a legszigorúbban ellenőrzik majd, hogy a házi karantén alá helyezettek, betartják-e az előírásokat. A 65 éven felülieknek otthon kell maradniuk. Alexander Vučić arra kérte a külföldön élő szerb állampolgárokat, ha tehetik, most ne menjenek haza. Horvátországban 3-an már kigyógyultak a koronavírus fertőzésből, a betegek szám azonban 53-ra emelkedett. A zágrábi kormány szinte minden beutazó számára 14 napos karantént rendelt el. Az országban 9000-en vannak vesztegzár alatt. Zágrábban 3 orvos is megfertőződött. A kórházakban ezentúl csak a halaszthatatlan, életmentő beavatkozásokat végzik el. Szlovéniában mától nincs tömegközlekedés, és nem működhetnek az éttermek, bárok sem. Az országban felfüggesztenek, illetve korlátoznak minden nem szükséges tevékenységet. Emellett felfüggesztették az oktatást is, az óvodától a felsőoktatási intézményekig. A többi európai országban sem jobb a helyzet, már Spanyolországban is csak indokolt esetben mehetnek az utcára az emberek, például munkavégzés céljából, vagy hogy bevásároljanak. Németország pedig vasárnap úgy döntött, az osztrák, a svájci, a francia, a luxemburgi és a dán határszakaszokon is visszaállítják a határellenőrzést, és csak azokat engedik be, akiknek nyomósokuk van az utazásra. Csak Ferenc pápa és néhány testőre járt a Róma elnéptelenedett utcáit vasárnap. Az egyházfő két templomban is imádkozott azért, hogy a járvány minél előbb véget érjen. A Vatikán bejelentette a húsvéti Szent Hét szertartásait, a hívők jelenléte nélkül mutatják be. Olaszország lassan egy hete vesztegzár alatt van, a járvány áldozatainak száma azonban még mindig napról napra emelkedik. Már több mint 1800-an haltak bele a fertőzésbe. Európában, Olaszország után Spanyolországban a legsúlyosabb a helyzet. Egy éjszaka alatt megduplázódott a koronavírusban elhunytak száma. Az éttermek, bárok, szórakozóhelyek 15 napra bezártak, az iskolákban is szünetel a tanítás. Az emberek csak indokolt esetben hagyhatják el otthonaikat munkavégzés céljából, vagy ha például bevásárolni mennek. Az éjjel Madridban katonák ellenőrizték, hogy a helyiek betartják-e az intézkedést. A mi feladatunk, hogy biztonságban legyenek a spanyol állampolgárok, jelen esetben mi most a madridiak biztonságáért felelünk. Tudják, hogy rendkívüli állapot van érvényben, és jobban teszik, ha otthon maradnak, és nem mennek ki az utcára, mondta az egyik katona.
Franciaországban a miniszterelnök szintén elrendelte a bárok, éttermek és szórakozóhelyek bezárását, miután 3 nap alatt megduplázódott a fertőzöttek száma. Az országban hétfőtől az iskolák sem nyitnak ki. A francia kormány azt kérte a lakóktól, hogy szórakozás gyanánt ne menjenek az utcára. A legtöbb párizsi nem kertes házban lakik, a kültéri rendezvények megszűntek, de muszáj legalább kijönnünk a napra, különösen, ha ilyen ragyogó idő van. Az óvintézkedéseket megtesszük, rendszeresen kezet mosunk, kerüljük a tömegközlekedési eszközöket, és megfelelő távolságban tartózkodunk egymástól, mondta egy párizsi diák. Németországban is újabb rendkívüli intézkedést vezettek be a koronavírus miatt. Hétfő reggel 8 órától több helyen visszaállították a határellenőrzést. Úgy döntöttem, hogy a határellenőrzést ideiglenesen bevezetjük az osztrák, a svájci, a francia, a luxemburgi és a dán határszakaszon is, mondta a német belügyminiszter. Németországban egy nap alatt csaknem negyedével nőtt a fertőzöttek száma. Már csaknem 5000-en kapták el a koronavírust. Világszerte terjed a koronavírus, több amerikai államban bezárták az iskolákat és korlátozták az éttermek és a bárok működését. A dél-amerikai országokban is egyre több óvintézkedést vezetnek be. Argentína és Peru teljesen lezárta határait, Kolumbiában és Chilében pedig tanítási szünetet rendeltek el. Eközben a vírus kiinduló pontjában, Kínában egyre kevesebb a fertőzött, néhány tartományban ismét megnyitották az iskolákat. All bars in the state. And all restaurants will close at 9 o'clock tonight. Minden bár ebben az államban és minden étterem be fog zárni ma este 9-kor, jelentette be Ohio kormányzója vasárnap. Több amerikai államban is hasonló intézkedéseket vezettek be a koronavírus megfékezésére. Néhány vendéglátó helyet alig 10 perc alatt ürítettek ki, a sétáló utcák hamar elnéptelenedtek. Őszintén szólva aggódom a bezárások miatt, mert fizetnem kell a bérleti díjat, és anyagilag is gondoskodnom kell a családomról. Én is azt szeretném, ha egészségesek maradnánk, de aggódom a kifizetendő számlák miatt, mondta egy pincér. 12 tagállamban hétfőtől pedig már az iskolák sem nyitnak ki, miután a fertőzöttek száma meghaladta az 1700-at az Egyesült Államokban. Dél-Amerikában is gyorsan terjed a vírus. Argentína és Peru teljesen lezárta határait, hogy lassítsák a járványt. Kolumbiában és Chilében pedig tanítási szünetet rendeltek el. Egyre több országban kérik az embereket arra, hogy önkéntes karanténba vonuljanak. Bár Dél-Amerikában jóval kevesebb megbetegedést regisztráltak, mint Európában, sok ország egészségügyi rendszere nincs felkészülve egy nagyobb járvány kezelésére. Hétfőtől a teljes állami és magánszektor meghatározott ütemterv szerint működik majd. Bezárunk minden szórakozóhelyet, bárt, mozit, edzőtermet és kalandparkot, még a kulturális központokat is. Emellett beltérben nem tartózkodhatnak többen egyszerre 100 főnél, nyilatkozta Bolívia ideiglenes elnöke. Eközben Kínában tovább lassult a koronavírus járvány terjedése, ezért néhány tartományban ismét elindult az oktatás. Csaknem 1 millió középiskolás diák vett részt a tanórákon hétfőn. Tettünk óvintézkedéseket. A diákokat kisebb csoportokra osztottuk, és csak kijelölt útvonalakon közelíthetik meg a tantermeket. A kollégiumi szobák létszámát csökkentettük, és átalakítottuk az órarendet is. Így a tanulók kevesebbet érintkeznek egymással, magyarázta az egyik középiskola igazgatója. Dél-Koreában is egyre kevesebb beteget regisztrálnak. Az elmúlt 2 napban kevesebb, mint napi 100 új esetet jelentettek a hatóságok. Ázsia több más országából mérsékelt számú újabb megbetegedéseket jeleztek a hétvégén. Többségében a külföldről érkező vagy hazatérő embereknél diagnosztizálták a betegséget. Itthon mától elérhetőek az adóbevallás tervezetek az adóhatóság honlapján, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, idén már 5,5 millió embernek készíti el az adóhivatala bevallását. A dokumentumot az ügyfélkapuval rendelkezők akár okostelefonon vagy táblagépen is megtekinthetik a NAV honlapján, ahol az adójuk 1+1%-ának felajánlásáról is nyilatkozhatnak. A tervek szerint a jövő évtől a vállalkozások áfa bevallását is az adóhatóság készíti majd el. Mindössze néhány kattintás, és a tervezet automatikusan bevallássá válik, de május 20-ig lehetőség van a módosítására is.
akinek nincs ügyfélkapuja, SMS-ben kérheti a tervezett postázását. Adócsökkentés, kevesebb adóadminisztráció. A kormány folytatja azt a munkát, amelyet korábban megkezdett. A magánszemélyek tehermentesítése után a sor a vállalkozókon van. Arra készülünk, hogy 2021-től a vállalkozások áfa bevallását is a Nemzeti Adó és Vámhivatal készítse majd el. A magyar fogyasztók egyre tudatosabbak, és a fogyasztóvédelmi rendszer is egyre erősebb. Erről beszélt a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Keszthelyi Nikoletta azt mondta, a panaszok bekerülnek a fogyasztóvédelmi rendszerbe, így a hatóságok fel tudnak lépni a tisztességtelen vállalkozásokkal szemben, és eljárást tudnak indítani, ezzel is tisztítani a piacot. Kiemelte, a panaszok jelentős része garanciális ügy, ezért a jövőben egyértelműsítik az erre vonatkozó szabályokat. Célunk az a jövőben, illetve a fogyasztóvédelmi tervek között szerepel, hogy egyértelműsítsük ezeket a szabályokat, és keretet adjunk a szabályozásnak, méghozzá úgy, hogy abban az esetben, hogyha 15 napon belül nem tudja megjavítani a vállalkozás a terméket, akkor köteles legyen tájékoztatni a fogyasztót, hiszen sokszor a fogyasztó csak otthon ül és várja azt az adott hibás mosógépet, és nem tudja, hogy mi történik vele, de ilyenkor exakt egyértelmű információja lesz, hogy mondjuk 23 napon belül fogja visszakapni azt a hibás terméket. Hogyha 30 napon belül sem tudja megjavítani a terméket, akkor előírjuk azt, hogy kötelező lesz a csere. Az építőipari termelés januári 2,5%-os éves csökkenése a 2019. évi magas bázissal, valamint az időjárás kedvezőtlen hatásaival magyarázható. Erről beszélt az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Boros Anita azt mondta, a téli időszakban az ágazat termelékenysége visszaesett. Hozzátette, bizakodásra ad okot, hogy a következő időszakban állami, önkormányzati és vállalati beruházások is kezdődnek, valamint az, hogy Európai Uniós források is érkeznek az ágazatba. Enyhe csökkenésbe fordult át az eddigi növekedésünk, és ez elsődlegesen azzal magyarázható, hogy az építőipar teljesítménye az év második felére már elérte a csúcspontját. A lakáspiacot támogató intézkedéseink pozitív hatásai kezdenek kifutni, másfelől pedig a termelés gördülékenységét akadályozó tényezők, mint például a munkaerőhiány, a különböző építőipari alapanyagok árának a növekedése, a különböző munkadíj növekedési tényezők megakadályozzák azt, hogy a korábbi növekedési arányt tudjuk hozni. Tűz ütött ki hajnalban a szekszárdi börtönépületén. A Tolna megyei Büntetés Végrehajtási Intézet tetőszerkezete égett több mint 50 négyzetméteren. Információink szerint az épületben körülbelül 130 fokba tartott volt, akiket sikerült kimenekíteni. Személyi sérülés nem történt. Hétfő hajnalban érkezett a riasztás a katasztrófa védelem ügyeletére, miszerint a szekszárdi büntetés végrehajtási intézet tetőszerkezetében keletkezett tűz. 7 település hivatásos tűzoltóit riasztották a helyszínre, 3 különleges szerv, vagyis 3 magasból mentő is érkezett, kollégáim megfeszített erőkkel dolgoztak a lángok megfékezésén. Jelen pillanatban lánggal való égés már nincs, ha sikerült megszüntetni, a lángok nem terjedtek át a szomszédos épületek tetőszerkezetére. Elindult az első emeletes KISZ motorvonat a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. Az új fejlesztésű szerelvényeken több mint 600 ülőhely van, emellett több tárolóhelyet is biztosítottak a bicikliknek, babakocsiknak és kerekesszékeknek. A tervek szerint az év végéig 19 ilyen vonat kerül forgalomba, ami a szakemberek szerint valódi korszakhatárt jelent majd a hazai vasúti közlekedésben. Záródnak az ajtók, és perceken belül útjára indul az első emeletes KISZ motorvonat a nyugati pályaudvarról. Volt olyan, aki csak azért ment ki, hogy az elsők között próbálhassa ki az új járművet. Most ez az alkalom, hogy most indul ez a vonat, ez a járat, elmegyünk a Kökéig, aztán onnan meg visszafele. És voltak olyanok is, akik a vonatok iránti rajongásuk miatt mentek ki a pályaudvarra. Az az igazság, hogy ezen a vonalon egyáltalán nem szoktunk utazni, csak a gyermekem ilyen közlekedésőrült, úgyhogy ha valami új indul, legyen az új metrószerelvény, vagy új vasúti kocsi, vagy új troli, vagy bármi, azon mi utazni szoktunk. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon vasárnaptól menetrend szerint közlekedik az új fejlesztésű vonat. A szerelvényeken nem csak 600 ülőhely található, de 12 bicikli szállítására alkalmas hely is van. A családokra is gondoltak, 5 babakocsi tárolót alakítottak ki, és 4 kerekesszéknek is jutott hely.
Az első nagykapacitású jármű tavaly nyáron elkészült, és a mai napon forgalomba is állt Cegléd felé. A folytatásban pedig a váci vonal utazók találkozhatnak majd az új vonatokkal. A 40 emeletes motorvonat összesített beszerzési értéke tehát több mint 200 milliárd forint. Ennek fejében pedig 24 ezer új ülőhely kapacitással gyarapszik a személyszállító vasúttársaság. 2020 végéig 19 darab vonat kerül majd forgalomba, jövőre pedig további 21. A MÁV elnök vezérigazgatója kiemelte, ilyen nagy beszerzés még soha nem volt a vasút történetében. A fontos lépés ez a vasúttársaság életében, és azt gondolom, hogy a 2020-tól kezdődő időszakot egyértelműen ezek az eszközök és ez a technika fogja meghatározni, hiszen az utasforgalmunk az elsősorban Budapest elővárosába koncentrálódik, minden második utasunk Budapestre vagy Budapestről szeretne elutazni egy 100 km-es sugarú körben. Itt nagyon fontos az, hogy ezt a kapacitást, ezt ki tudjuk szolgálni és le tudjuk fedni. Április végétől már a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon is találkozhatunk az új vonatokkal. A fejlesztések célja a járműállomány fiatalítása és az utazók kényelmének biztosítása. Ahogy a híradó elején már mondtuk, a koronavírus miatt Magyarország lezárja határait a személyforgalom előtt, jelentette be a parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő napirend előtti felszólalásában azt mondta, a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarország területére. Ma éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltják. A szórakozóhelyeket, mozikat bezárják, a kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezetnek be. Orbán Viktor arra kérte a 70 évnél idősebbeket, hogy ne hagyják el a lakásukat, mert ők vannak a legnagyobb veszélyben. Magyarország határait a személyforgalom előtt lezárjuk. Az erről szóló nemzetközi egyeztetések már zajlanak. Ez azt jelenti, hogy a jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarország területére. Ma éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltjuk, sporteseményekre is legfeljebb, ha vállalják a szervezők, zárt kapuk mögött kerülhet sor, de legjobb, ha úgyse. A szórakozóhelyeket, a mozikat bezárjuk, a kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetünk be. Az éttermek, a kávézók és az üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivételt képeznek az élelmiszerüzletek, a patikák és a drogériák. Azt javasoljuk, hogy a családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el. Idős polgártársainknak, a szüleinknek és a nagyszüleinknek pedig azt üzenjük, hogy ők különösen is ki vannak téve a járvány veszélyének, ezért arra kérjük őket, hogy legyenek rendkívül óvatosak.